A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Elkészült és október 26-án a Vörösmarty Színházban lesz a bemutatója a Haza című filmnek. A székesfehérvári Lantai Májer József szibériai hadifogoly naplója alapján elevenedik meg az ő története a nézők előtt. A történetet több mint egy évig forgatta a stáb. Pákozon a Katonai Emlékparkban mi is beszámoltunk róla, jártak Erdélyben is, Székelyföldön. És hát nagyon-nagyon fontos pillanatokat ábrázol, pillanatokat, éveket ez a film. Vendégeim pedig Kovács Szilvia a film producere. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, és Matusz János a rendező. Köszönöm szépen. Ez egy filmes adaptáció, és nem játékfilmről beszélünk, hanem nagyon is olyan dokumentarista eszközöket használtatok fel, ami azt hiszem, hogy ebben a felgyorsult világban kicsit visszatekintve nem a múltban révedezés, sokkal, de sokkal több annál. Kezdjük talán az elején, hiszen egy napló került elő hirtelennyében. Mondom ezt, hogy hirtelennyében, hiszen sok-sok évig porosodott valahol, amelyben elolvasva azt hiszem, hogy megérthettük, hogy mi mindent kellett átélniük az első világháborús magyar, illetve egy székesfehérvári fiatalnak, aki mondjuk nem volt annyira fiatal, hiszen 26 esztendős korában került ebbe a helyzetbe. Jó, hogy így kezdted egyébként, hogy ez egy dokumentumfilm tulajdonképpen, amit mi úgy szoktunk hívni a János, hogy megjátékosított dokumentumfilmet, hogy ugye vannak benne ilyen részek, mert arra mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogy ennek inkább a dokumentum jellege az, ami a lényeg, tehát maga a napló szövege, és az, amit mi próbáltunk képileg ehhez hozzáadni. Ugye olyan eszközeink nincsenek, amikkel azt tudtuk volna ábrázolni, hogy mondjuk milyen egy hadifogolytábor, és a többi, és a többi. Viszont azt gondolom, hogy meglepő része is lesz ennek az egésznek, mert azok után, amikor én elolvastam ezt a naplót, akkor így valahogy a történelem ismereteimből ez a dolog valahogy úgy hiányzott, hogy tudjam azt, hogy milyen az, amikor valaki hadifogságban van. Mert valószínűleg a legtöbben úgy képzeljük, mint amiket hallottunk akár Auschwitzról. Na jó, nem pont ilyeneket, de hogy ilyen fogolytáborokban éltek, és hogy nem tudom milyen, tényleg hányattatásokon mentek keresztül, mert egyébként a naplóból kiderül, hogy itt is hányattatásokon mennek keresztül, csak nem feltétlen biztos, hogy ilyen körülmények között. Ez majd ki fog derülni a filmből, hogy milyen körülmények között, és amikor kaptam azoktól a visszajelzéseket, akik már látták ezt a filmet, így nagyon szűk körben, ott pont ez jött ki, hogy milyen meglepő, hogy ilyen volt a hadifogság, tehát hogy ez, ennek majd lesz egy nagyon fontos üzenete is. Igen, ilyen is. Borzongató egyébként maga a történet, hogy valaki papírra veti mindazt, ami történik vele 2000 és 5400 kilométerre az otthonától, és ráadásul haza tud térni. Amikor először elolvastad, melyek voltak az első gondolataid? Hiszen azért azt mondom, hogy ez számodra is egy meghatározó pillanat volt. Igen, mert hogy ez egy rövid naplóról beszélünk, tehát amikor ezt a riporternőt alakító Varga Gabriella színművésznő elolvasta, és fölvettük a szövegét, akkor ez egy 20 perces szöveg volt, maga a film az 40 perc. Ebből a 20 percből az derült ki, hogy ez egy alapvetően nem írásra született fiatal ember, nagyon fontos, nagyon tárgyszerű leírása. A másik pedig az, hogy sok olyan dolgot elbújtat a szemérmesség ebben a lapnokban, ami talán filmi szempontból, irodalmi szempontból kivontani érdemes. Az már látszott, hogy van egy alapvetően tragikus dramaturgiája magának a füzetnek, a szövegnek azzal, hogy valaki folyamatosan haza akar térni, és amikor egy vonatra felszáll, akkor mindig távolabb és távolabb kerül az otthonát. Tehát van egy ilyen kétségbeejtő, tehetetlen gördülés, tovagördülés ebben a történetben, és ez maga a
hadifogoly lét, amikor valaki nem gurul a saját életének, hanem a szél fújja egyre távolabb és távolabb az otthonától. A naplóban nincsen benne, de a család elmeséléséből nagyon fontos volt a szerelmi szál. Én szerettem volna ezt a szerelmi szálat megmutatni, mert nem lövöm le a poént azzal, hogy ebben egy nagyon erőteljesen kidomborodó drámai szál is van. A harmadik pedig, aminek engem nagyon foglalkoztatott az, hogy ugye a 17-es lövészezred egyik katonájáról van szó. A lövészezred, ez egy legalább annyira fontos része a város identitásnak, mint az Árpádok. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy szeretet veszi körül ezt a katona ezredet. Ugye a parancsnokáról a Bolyán Zsiga már készített is egy filmet. Mi most ugyanennek a dolognak egy közlegény részét fogalmaztuk meg. Tehát a városban él egyfajta szeretet ezzel a dologgal kapcsolatban, és én azt is fel akartam mutatni ezzel a filmmel, hogy nekünk mi a dolgunk ezzel a fajta örökséggel, ezzel a fajta hagyomány, és az én olvasatom is reményem szerint ezt meg is mutatjuk a filmben. Engem megerősített, hogy a narráció is hiteles. Tehát ez már másként nem megy. Tehát műfilmeket készíteni az első, második világháborúról, bármelyik háborúról lehet. Én azt hiszem, hogy remek forgatókönyvírók vannak, de ezt az élet írta, ezt a forgatókönyvet, helyesebben Lantai Mayer József. És viszont nem különben fontos volt, hogy milyen felvételeket használtok pluszban. Hiszen a színészvezetés az A-tól Z-ig a tiéd, az tökéletesen rendben van, remek szereplő válogatás, majd később esik szó nyilván a szereplőkről is, de hogy milyen felvételekkel kell kiegészíteni, az azt hiszem, hogy illeszkedjék a mi katonánk mindennapjaihoz, az nagyon-nagyon fontos kapcsolódási pontként. Hát igen, ugye használtunk sok archívképet a Nemzeti Filmintézettől és az orosz filmarchívumból. Ez egy jó kis kutató munka volt János részéről, és hát igen, mert hogy ugye nekünk azért szükségünk volt egyrészt olyan dokumentumokat is bemutatni, amik ehhez a dologhoz kapcsolódnak, meg hát kellett hozzá mondjuk vonat is, amit itt Magyarországon nehezen tudtunk volna megvalósítani, úgyhogy, de ezt most nem fogom bővebben kifejteni. Tehát, hogy nagyon sok képi dolgot ezzel meg tudtunk valósítani, és hát egyébként meg azokat a részeket a színészekkel, amik olyan jelenetek, vagy olyan történések, azokat megpróbáltuk ugye megmutatni. Eljönteni. Igen, ez egy teljes 40 perces odafigyelést igényel. Valljuk meg, hogy a mai köznapi ember egyre kevésbé elkötelezett az első világháborús történések iránt. Még a második világháború és 56 talán még megy nekünk, mondom ezt a magam részéről is, de az első világháború az egy fehér pont. Tehát ennek tudom én be, hogy azt hiszem, hogy aki ezt megnézi, az feszült figyelmet igényel, de megerősödik abban, hogy az ilyen filmek mutatják be valóságosan a múltat. Én szerintem alkalmaztunk egy mankót, vagy egy cselt ebben a hogyan nézik ezt a filmet kérdésben. Igen, a film egyik része az kifejezetten archív dolog. Ugye arra figyeltünk, és ez kitétel volt, ezt el is mondtuk, hogy magunk számára is, hogy idegen szöveg a filmben nem hangzik el, csak és kizárólagosan az a szöveg lesz a napló dramatikus része, amit a főszerepet játszó fiú, illetve az őről visszaemlékező lány, a Gvaro Gabi felmondanak. Ehhez kapcsolódnak ugye az archív anyagok. De ez a film szerintem olyan mindenki számára átélhető, napi szintű élményt fog tudni adni, ami napjainkban is ott él közöttünk, mint igény. A barátság, a szerelem, a vágyakozás, a hazaszeretet. És gyakorlatilag ez, amiről ezekben a képkockákban egyébként szólni szeretnénk, ez a mai napig velünk élő és a napjainkat szerencsés esetben rendszerező
Igen. Rendszer. Említettétek az Icsi-ligetet, nagyon-nagyon fontos számunkra, az egyértelmű, esztendőről esztendőre ott vagyunk. Burján Zsiga filmjéből már megismertük helyek közel, aki odafigyelt az Ezred történetét, harcait, Doberdótól Isonzóig. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az asztalos legény miként látja ezt az egész történetet. Mert hogy ne feledjük, hogy az asztalos legény szereplőválogatásnál azt hiszem, hogy remeket húztatok, mondom én, de a szereplőválogatás is meghatározza azt az elképzelést, amit aztán filmre visztek. Ez hogy történt? Hát ez is teljes mértékben a János. Bár, tehát hogy én mindenbe beleszólhattam, mi végig egyébként... És beleszóltál. Így van. Végig egyébként ez alatt az időszak alatt mindent, tényleg az utolsó képkockáig leegyeztettünk, hogy mi hogy nézzen ki, és ez innen indult már a szereplőktől, hogy ő jött az ötleteivel, aztán volt, amiben úgy közösen megegyeztünk, hogy őt ne, és akkor mindig jött újabb ötletekkel, és hát én azt gondolom, hogy például Schneider Zajákos szerepe, hogyha majd megnézzük a filmet, és látjuk az elején akár a külső adottsági hasonlóságot is, szerintem tökéletes, meg hát arról nem beszélve, hogy egy nagyon tehetséges ifjú fiatal, szerintem már most mondhatom, hogy színészről beszél. Ugye ő párban jár, versünnepen én ezt magam is megtapasztalom, egyébként, és ugye párban, hiszen ketten vannak a történetben, zömében, tehát ez fontos. Ami még nekem különösen tetszett, a zene. Hogy a zene minden egyes pillanatában alátámasztja a történéseket. És ezt köszönjük Cserta Balázsnak, majd a nézők, akik látják a filmet, megerősítik ezt minden bizonnyal. Én, ugye Balázssal én nekem már nagyon szoros, több mint 10 éve tartó szakmai kapcsolatom van. Én nem is tudtam volna megcsinálni, nem is vállaltam volna a szívű felkérését, mert ő kért fel engem erre az egészre. Én nem is tudtam volna elvállalni, ha nem tudom azt, hogy a Balázs lesz az, aki a végén ott fogad bennünket. Tehát az utolsó, a maratoni szakasz utolsó 15 kilométerét azt a Balázzsal együtt futottuk. És hát én pontosan tudtam, hogy a Balázs végtelen finom és végtelen tehetséges zenéje lesz az, ami igazán fölemeli ezt a filmet, és erre most a szív majd elmondja, amit egy rendező nem annyira szívesen hall, hogy mekkorát javított az ő képein az, hogy Cserta Balázs zene van alatta. Hát igen. Tehát amikor meghallottam először, átküldte a János ugye az intro részét, a bevezető részét, ez egy másfél perc körülbelül, hát akkor már a hideg rázott. Tehát addig valahogy ezek a képek olyan képek, de nyilván nekem ad, mert én tudom, hogy miről szól, de az, amikor alá kerül a zene, és olyan az a zene, amilyen lett, akkor az azt gondolom, én mondtam a Jánosnak, hogy hát 50%-ot ez víz belőle, ha nem többet. És ne feledjük el, hogy ez azért is lesz ennyire érthető és élvezhető és átérezhető ez a zene ezzel a képekkel, mert a Balázs zenéje nagyon személyes. Nagyon improvizatív, végtelenül tanult és végtelenül tehetséges. És én azt gondolom, hogy én abba bíztam, hogy én nekem sikerülni fog ezzel a filmmel, vagy nekünk ezzel a filmmel valami személyeset mondani ebből a történetből, mert Fehérvár tele van nagyszerű történetekkel, és ezek a történetek személyes, élményszerű mesélést kívánnak és követelnek. Megtehette volna a Szévi a legelején, hogy felkér 2-3 nagyon okos, tehetséges történészt, 6-szor ennyi archívanyagot fölkutat a történelemben, és történészek ügyesen ábrákkal mutogatva a dolgokat, letakarva archívképekkel elmesélik ezt a sztorit, hogy mi volt. De ez egy történelem óra. Én pedig azt szerettem volna, amit mindig is szeretek, vagy célul tűzök ki magam előtt, bármit csinálok itt Fehérváron, hogy érintse meg. Az a puritán kiegészítő képi világ, amikor ott van egy nyílegyenes vonal, Novosibirsk és adott esetben 5400 kilométerre, az önmagában megmutatja, hogy ez mennyire bejött, ez az egyik része. Viszont hadd kérdezzelek benneteket még a többi szereplőről, hiszen ellátogattatok Csíkba, és Csíkcsomortánban barátokra lehetetek. Velük egyébként a filmemutatón fogunk találkozni, hiszen ez egy csoda csapat, én magam is megtapasztalom ez évről évre.
Igen, hát őket szerintem elmondhatom, hogy Megyeri Zoli kollégánknak köszönhetjük leginkább. Ugye ő az egyik operatőrünk a filmben, és miután te és Zoli nagyon sokat jártok hozzájuk ki Erdélybe, Csíkcsomortánba, ezért ugye a Zoli javaslatára a Csíkcsomortáni Lármafa Egyesületet, akik egyébként amatőr színjátszok, őket kerestük meg ezzel. És akkor előzetesen ugye János mindent leegyeztetett a csapattal, kiválogatta rá a szereplőket. Vannak nagyon sokan, azt hiszem 25-en, de közülük 8-an szerepelnek a filmben, és hát én azt gondolom, hogy talán ez a csúcspontja volt az összes forgatásunknak, hogy kimehettünk Erdélybe, és azt hiszem, hogy 4 vagy 5 napot töltöttünk ott, szerdától vasárnapig. És volt hó, és ezzel nagyon küzdöttünk az eleje óta, hogy legyen hó. Igen, hát Szibéria hó nélkül elég furcsa lenne, lett volna. Nos, ugye beszéltünk már a főszereplőről, szó esett itt rólatok természetesen, azért említsük meg a többieket is a Csíkcsomortáni csapaton kívül, hiszen én a képi világot szemléltem, hiszen nem titok, mi már láttuk ezt a filmet, mármint a szűk csapattal, és egészen kivételes mindenestől. Igen, ugye ez egy nagyon tömören, nagyon kevés szereplővel megfogalmazott utazás történetben nagyon fontosak azok az arcok, akik a főszereplő mellett föltűnnek. Ugye Kovács Máté volt az a barát, aki egészen hosszú időn keresztül végigkíséri a főhősünket. Őről a keveset szól a napló, jelzi, hogy ott van, aztán megjelzi, hogy már nincs. És akkor gyakorlatilag a barátnak is meg kellett írnunk a történetét, és úgy, hogy finoman lejellezzük, hogy körülbelül mi is történhetett a baráttal. És hát meg kell mondanom, hogy Csutorás Emma lesz az a bizonyos lány, aki ennek az egész történetnek szerintem a legszívszorítóbb és leggyönyörűbb emberi részeihez adja az ő jelenségét. Az Emma, aki a Schneiderzói Ákoshoz hasonlóan szintén a Vasvári Gimnázium tanulója, olyan érett filmes jelenlétet képvisel az arcával, annyira tisztán képviseli azt a hihetetlen várakozást és vágyakozást, ami szerintem egyik csúcspontja ennek. Igen, borzongató valóban. És hát akkor még, ha már a Varga Gabriellát emlegettük, akkor azért azt most már nem titkoljuk, mert már sok helyen ez elhangzott, hogy meg hát látni is fogják a nézők a filmben, hogy ugye mi úgy szerettük volna ezt az egész történetet visszaadni, ahogy van. Tehát lehetett volna egy olyan dokumentumfilmet készíteni, hogy a múltban elmondunk mindent, hogy történt, de nem így történt, hanem az volt az ötlet, hogy akkor csináljuk úgy, ahogy történt. Tehát, hogy tényleg ugye engem annak idején a rokonaim kerestek meg, és szerették volna, hogy elolvassam ezt a naplót. Lehet, hogy teljesen más céllal, mint ami aztán ebből lett, de nekik köszönhetem egyébként azt, hogy tényleg most itt ülhetünk és beszélhetünk erről, és hogy majd ezt bemutathatjuk, és hogy utóéletet csinálunk ennek a naplónak, aminek célja volt nyilván, hogy megírta a Józsi bácsi, általunk Józsi bácsinak hívott rokonunk, de hogy kellett ehhez egy színésznő, aki egy riporternő, és ugye így indult az egész történet, vagy így indul, hogy ugye a riporternőhöz eljut ez a napló, aztán majd nézzük tovább a filmet, ez pedig a Varga Gabriel, a színművésznő személyisíti meg. Tehát az a fajta rendezői attitűd, amiből kitűnik, hogy ahogy ti is fogalmaztatok, hogy ez nem pusztán egy napló, sokkal több annál. Tehát egyik oldalról lett egy dokumentum része, a másik oldalról pedig a film. És én azt gondolom, hogy az operatőrök Pető Gábor, Megyeri Zoltán remek munkát végeztek ebben, és hát ajánljuk mindenkinek. Szerintem most így a beszélgetésünk végig, én már meginvitáltam a nézőket, de most tegyétek meg ti is, hiszen majd a későbbiekben számtalan helyszínen bemutatásra kerül, és akik most a Vörösmarty Színházban nem láthatják, azok nyilván szeretnének ezt megnézni. Először is nézze meg a filmet mindenki, aki csak teheti, mert ez egy nagyon szenvedélyes film lesz, erős katarzissal a végén. Azon kívül visszük
tervezzük egy hosszú roadshow keretén belül elvinni, eljutatni Fejér megyei, Vármegyei középiskolák diákjainak egy történész segítségével. Ehhez pedig segítségképpen még azért nem beszéltünk a stábban a Dávidról, a Szent Miklósi Dávidról, ugyanis ezt a filmet én a Dáviddal direkt úgy vágtam, vágás technikailag, hogy az a mai fiatalok pörgős világából ismert vágás technikákat jelentsen, tehát nem egy lassú, folyású filmről van szó, hanem időnként kifejezetten experimentális, kísérleti, egymásra halmozott képekből és víziókból álló történet, pont olyan, amit ők a telefonjukon néznek nap mint nap. Igen, és hát ha már az invitálásról van szó, akkor ugye azt mondjuk el szerintem, hogy akkor ez október 26, jövő hét szombat, illetve hát amikor már adásba kerül, akkor nem jövő hét szombat, de október 26-ára várjuk a nézőket a Vörösmarty Színházba, és hát úgy néz ki az egész esténk, hogy 18 óra 15 perctől ugye veled fogunk beszélgetni egy kicsit így a film hátteréről, azokkal a rokonaimmal, akik ugye őrizték eddig a naplót. Kicsit megtudhatjuk a hátterét, picit a Józsi bácsiról is gondolom előkerülhetnek részletek, és akkor picit a filmről is beszélünk, és aztán bemutatjuk 19 órakor, ami ugye összesen 40 perc. No, hát én még egyszer azt hiszem, hogy minden történelembarát, minden hiteles történelembarát nevében köszönöm nektek, így előre is én könnyen teszem, mert hogy láttam, de azt hiszem, hogy aki megnézi, az ugyanezt fogja mondani. Köszönöm, hogy megtiszteltetek, és természetesen ott leszünk október 20-án, és beszámolunk erről, hogy mi minden történt ott, így, úgyhogy, és gratulálok te. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, tehát kérem ne feledjék, október 26-án 18 órakor várjuk Önöket a Vörösmarty Színházban. A székesfehérvári Lantai Májer József hadifogó naplója alapján megelevenedett filmben Haza. Ez a kulcs. Köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.